műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Szervusztok, köszöntelek benneteket ismét. Itt vagyunk a 3-2-1+1 című műsorunk negyedik forgatásán. Nagyon örülök, hogy sokan nézitek az adást, és tudjátok, hogy hosszú bevezetőt nem szoktam a forgatási napok elé fűzni. Most egy picit kivételt teszek, mégpedig azért, mert valóban, és ezt szeretném kihangsúlyozni, tisztelettel köszönöm annak a négy vendégnek a megjelenését, akik elfogadták a meghívásomat, mert az elején egy kicsit kényes témákat fogunk érinteni, mert igazából úgy vagyok ezzel a témával, hogy ne áltassuk a kedves szurkolókat, azaz titeket, és az olyan nézőket, akik most már csatlakoztak és nézik a műsorunkat, hogy az autósport nem veszélyes, illetve negyedik vendégünk, úgymond sportága is, mert az sem veszélytelen. És én arra szeretnék ebben a műsorban rávilágítani, hogy amíg meg nem történtek ezek a dolgok, is volt előtte vendégeimnek élete a raliban, és annak örülök a legjobban, hogy azóta is van, jövőjük is, illetve negyedik vendégünk pedig mindig sikerel majd visszajön az expedíciókról, hiszen ha bemutatom őket, akkor majd tudjátok, hogy miről van szó, ő hegymászó. De menjünk sorban, köszöntöm a műsorban Ráti Miklóst, rali versenyzőt, ugyan 1994-ben Hegyeden érted el a legjobb eredményedet, mert akkor magyar bajnok lettél, de azért Lada Szamarával, előtte Ladával is, meg Ford Escort Cosworth-tal is versenyeztél, most pedig nyilván erre a vezetéknévre sokan felkapják a fejüket, hiszen Gergőnek az édesapja vagy, aki most egy remek Ford MK2-essel megy. Szervusz, köszöntelek itt a műsorban. Szervusz, és köszöntöm a nézőt. Egyik legnépszerűbb versenyzőnk, fiatal tehetségünk, Dudás Gergő is elfogadta a meghívást. Üdvözöllek itt Pécset. Gergő, mindenki tudja, 2019-ben ORC abszolút bajnok lett. Alig pár évnyi versenyzés után már bizonyítottad a tehetségedet. Még egyszer köszönöm, hogy itt vagy. Üdvözöllek én is. Pardi Kata, akit ismerünk úgy is, mint versenyszervezőt, mint navigátort, és hát majd ugye nyilván a témát egy kicsit érintenünk kell, egy nagy túlélő, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, hiszen neked ugye volt az a súlyos balesetet 2019. júliusában, de hál' Istennek itt vagy egészségesen, és azóta is erőtől kicsattanva, és szervezed nekünk a futamokat, majd arról, hogy versenyzel-e még vagy sem, arról majd még beszélünk, és Klein Dávid, hegymászó. Úgy gondolom, most jelen pillanatban te vagy a legismertebb hegymászó, és ugye 4 darab 8000-es sikeres hegymászásod volt már. Direkt nem mondom, hogy csúcstámadás, meg ilyenek, én tudom, hogy ti erre nagyon érzékeny, nem úgy fejezzük ki egymást, meg erről a témáról, hogy meghódítottad, meg ilyenek, hanem 4 sikeres ilyen mászásod volt már, viszont ennél már voltál magasabban is, hiszen ezek ilyen 8300-8200-as hegyek, hiszen végül is a világ legmagasabb pontján is már eljutottál 8700 méterig, de az a pici még hiányzott, de majd erre is kitérünk a műsorba. Köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide, Péter. Köszönöm szépen a meghívást. No, hát akkor kedves nézőink, nem szeretném, hogyha a vendégeink itt egész forgatási idő alatt feszengenének, hiszen kikerülni azt a témát és azokat a dolgokat, amelyek mind a négyükkel megtörténtek, de talán kezdjük veled, Miklós, mert te, ugye, amikor én kezdtem a rallit, akkor kezdted te is, ugye 1992 tájékán, ugye? És hát neked volt egy fatális dolgod, nem mintha a többieké nem az lenne, 2000-es évek közepén, tehát 2000 közepén, egész pontosan így, júliusában a Veszprém rallin, ugye a jól megépített Ford Escort Cosworth, ami lényegesen gyorsabb autó volt nyilván, mint bármelyik Lada, amelyiket előtte vezetted, de ezzel az autóval sem voltál a zöldfülű, hiszen előtte már mentél vele évekkel előtte, és történt ott egy dolog, hogy kicsúsztatok az útról, ugye? Igen, letértünk az útról, sajnos ugye közvetlen az út mellett, tehát mindjárt fél méteren belül ugye álltak a nézők, egy külső év kanyarról beszélünk, kanyar külső évéről beszélünk, és hát láttuk, hogy nem fogunk az úton maradni, ugye kisodrottunk kifelé, és bementünk a nézők közé. Meg is állítottuk az autót körülbelül olyan... De a nézők észlelték, hogy ti érkeztek, tehát igazából elfutott szinte mindenki. Álltak, tehát gyakorlatilag tömött sorokban álltak a nézők, bementünk közéjük, és mindenki félreugrott, el tudott mozogni. Nagyon sokan ültek, furcsa volt, hogy az állók mögött sokan ültek a földön, volt ott táska, minden, ami csak velük volt, ugye a csomagjaik, stb. És utána megálltunk az autóval,
és akkor jelezték, hogy valaki aludt a fűben, és sajnos átmentünk gyakorlatilag, akkor még az autó rajta volt. Értem. Neked ez igazából a pályafutásodban mit jelentett? Mert utána úgy tudom, azért mentél még egy-két verseny a következő évben. Mentünk természetesen, folytattuk ugye az évadot, már nem ugyanúgy természetesen, tehát ebbe volt azért egy komoly nehézség. Egy trauma és egy visszahúzó erő igazából legbelül, ugye? Igen, próbáltunk mozogni az autóval azért, hogy ugye a közösség is lássa, hogy azért ugye versenyzünk tovább, mindent megpróbáltunk azért megtenni, hogy ezt a dolgot valahogy... Elfelejtsétek. Igen. Hát legyetek rajta. Utána tovább még húzódott 4 évig ugye a vizsgálatok és a többi rész. Igen, ezt tudom, hogy az elég hosszú ideig tartott, és egy kicsit méltánytalanul is talán, szerintem. Ez az én véleményem természetesen, de vállalom. Minden hely, mindig megfeleltünk mindennek, amit kértek, ez részemről abszolút fontosnak is tartottam, hogy ezt én mindenképpen szerettem volna így. Tisztázódjon az egész. Ugye, utána versenyezni már nem olyan, mert ha még egyszer megtörténik veled, akkor az már tényleg nagyon. Mert ugye az ember abban van, hogy egyszer megtörtént, de ez megtörténhet bármennyiszer. Tehát ugye pláne a mi helyzetünket nézve, hogy most egy abszolút véletlen, de mindegyik az valójában természetesen. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Mennyi ideig mentél még utána? Tehát igazából ehhez képest mennyi idő múlva fejezted? Hát ugye azt a szezon befejeztük, majd a következő évet is versenyeztük még. Az autómat eladtam, az Escortot. Azzal nem tudtam utána már versenyezni. Szerettem azt az autót, akkor volt. Ez közrejátszott az eladásba? Igen. Igen, tehát értem. Igen. Pedig nagyon szerettem magát az autót előtte, meg sokat dolgoztam rajta, amire olyan lett, amilyen, de eladtuk. Egy Lada Samarára cseréltem olyan autóra, amit először versenyeztem, hát ez volt pénzügyi oka, úgy vitték el, és akkor abban versenyeztem még a következő szezonban, de mindig műszakiba volt, úgyhogy utána már nem. Tehát összességében nyilván műszakibák is, meg ez is valahol egy picit elvett a kedvet. Addig nem akartam menni. Mert azért ehhez jócskán kell. Persze. Addig nem akartam menni. Erős energia, hogy csináljuk ezt a sportot. Amíg nem záródik le az ügy egyébként. Tehát nyitott volt még, mindenki próbált abszolút ott lenni, hogy ez tényleg korrektül rendeződjön le, és nézzük meg, hogy minden derüljön ki ezzel kapcsolatban. És akkor végigcsináltuk teljesen az eljárást is. Uh-huh. De hát végül is akkor a 2000-es évek legelején, szinte lehet így mondani, akkor befejeződött a pályafutásra. Igen, 2001-ben gyakorlatilag akkor, 2002-ben már nem kértünk licencet. Értem. Viszont most jelen vagy a Raliba, hál' Istennek, hiszen gyermekedet, Gergőt nyilván is tápolod, együtt építitek az autót a hidasi kis rezidencián. Igen. És hát a Ralival én mindig foglalkozom, tehát utána is folyamatosan, tehát napi több órát foglalkozom a Rali sporttal magával. Független attól, hogy most versenyeztem vagy nem. A technikai része is nagyon érdekel, a vezetés is érdekelne továbbra is akár, de sosem volt meg az igazi feltétel ahhoz, hogy mondjuk ez ugye létrejöhessen, és akkor aztán egyszer csak kiderült, hogy Gergőt lehet, hogy ez majd fogja érdekelni valamilyen szinten, és akkor elkezdtünk vele foglalkozni. Utána, miután abba hagytam a versenyzést, akkor készítettünk egy szimulátort, és akkor abban sokat vezettem én is, amikor úgy időm engedte, vagy hóba mentem, amikor olyan idő volt, vagy este, vagy télen vezetni. Ugye folyamatosan foglalkoztam a vezetés részével, hogy ugye azért az ember formában maradjon, mert hát ugye csak ezért szereti. És akkor kiderült, hogy a Gergőnek ez nem megy rosszul, majd aztán utána nekiálltunk egy autót, kerestük, hogy legyen, stb. Innen kezdjük majd, illetve folytatjuk nyilván. Gergő, 2019-ben megnyered az ORC abszolút bajnoki címét, egész fiatalon bizonyítasz, már az az autóval nagy abszolútban is remek időket mentél, nem csak a bajnoki címet hódítottad el, hanem tényleg a top 5-ös időket mentél az egész mezőny tekintve, beleülhettél egy Skoda Fabia R5-ösbe, de hát te sem így tervezted, mert mindannyian tudjuk, hogy sajnos balul sikerült az a Miskolc Rally. Fiatalos, lendületes, jól terhelhető csapat, korszerű technológiai felszereltség, magas minőségi normák, földmérés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Ottigeo Földmérő Kft. Hát igen, ahogy felvezetted, 2019-ben volt egy nagyon jó évünk. Nagyon élveztük is a közreműködés Krisztiánnal. Csak történt nála is egy komoly törés így a karrieri és az élete során, így ő visszavonult egy picit
a versenyzés világától. Jött egy lehetőség, igazából éltünk vele, hogy a 20-20-as évet tudtuk volna egy Skodával kezdeni, el is kezdtük. És egy nagyszerű navigátor, Túl Zsolt ülve mellé, aki azért mondhatjuk így ennek a szakmának az egyik pápája volt Magyarországon. Igen, könyvet igen. is írt, stb. Nagyon sok év volt mögötte, mind tapasztalatban, meg mind versenykilométereket tekintve is. De igazából az első verseny az még probléma nélkül abszolváltuk. Voltak kisebb problémáim még az autóval. Nem sokat tudtunk vele menni, ugye a koronavírus miatt is. Igen. Mi is későn szereztük be, meg ugye még voltak ezek, hogy elmarad ez a verseny, az a verseny. Nem tudta senki, hogy most igazából mikor fog, hol fog kezdődni a szezon. És igazából a második verseny igazából meg is történt ez a, mondhatjuk azt, hogy tragédia, fatális tragédia. Igen. Mert az az igazság, hogy ugye pontosan tudjuk, sajnos ez a szalagkorlát, ez behatolt az autóba, és nem is szeretném ezt tovább részletezni, mert azt tudjuk, hogy az autók, ezek az autók is, főleg a tiéd egy echte, gyárilag épített versenyautó, meglehetősen biztonságosak. De ugye már volt ilyen hasonló eset korábban, például a Volt Form 1-es versenyzővel is. 2011-ben volt talán, de nem is. Igen, ott is a Skoda Fábiába, ugye Kubicánál. Bejött, így van, Kubicánál. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy te észlelted, hogy ott nagy baj is lehet, vagy hát egy tipikus verseny baleset volt, és lecsúsztatok ugye oda az úttól. Igazából nem az a fura ebbe az egészben, hogy az első hírek, amik ugye terjedtek, mind az interneten, mind a híradóban is, ami végigment, hogy ez egy hatalmas esés volt. Megkaptuk a logokat, most már akkor is tudtam volna mondani, de nem is akartam ugye sehova sem menni, ez az első interjú azóta. Köszönöm szépen. 75 km/h estünk be, szóval erről nem történt semmi az autónak igazából, azon kívül, amit a korlát okozott, semmi problémája nincsen, nem is volt. Olyan szinten, olyan szerencsétlenül jött be ugye a korlát, hogy az pont a motor és a kerékjárat ív között hatolt be. Ugye van egy... Megint csak ugyanazt a szót tudjuk mondani, Miki esetében fatális. Igen, ez egy az egy millióhoz, igazából a szakértők is azt mondták, hogy egy az egy millió az esélye, hogy azon a 20 centin úgy jöjjön be valami, hogy az végig is hatoljon ugye az autón. Igazából annyira kis esés volt, hogy én nem is számítottam semmire. Oké, mindenki jól van, kiszállunk, majd lesz valami. Hogyha igazából a korlát nem is okozott volna problémát, simán tovább tudtunk volna menni. Igen. Szóval annyira semmi problémája nem lett az autónak, de hát maga, hogy a korlát bejött, ugye az a motortér, a motorteren teljesen átjött, meg a hátsó csövet is átütötte, meghajlította. Hát ez egy hatalmas szerencsétlenség, ami volt. Igen, hagyjuk is ezt a részét tovább. Én annak örülök, hogy most itt ülsz, és nyilván nem szaladunk most egyelőre az időbe, de már azóta is mentél, mert utána való versenyeken ősszel voltál előfutó. És, igen, azt még szeretném hozzátenni, igen. Hogy talán az egy szerencsém volt ebbe az egészbe, hogy elég hamar olyan emberek segítségét kaptam meg, akik a harmadik, negyedik nap próbáltak kirángatni abból a mély pontból, amin voltam. És talán, hogyha nincsen az a két-három ember, aki ekkora tapasztalt háttérre rendelkezik, mind a pszichológia terén, meg mind a hasonló segítségek terén, akkor nem tudtam volna szerintem, vagy nem ott tartanánk most, ahol jelen pillanatban tartunk. És ennek nagyon örülök, személy szerint mi is kommunikáltunk rövideket akkor, és nagyon örülök, hogy így vagy, és voltál már ősszel, tehát hogy előfutó voltál, és egy kicsit éreztem, és talán én mindenképpen a pártodon voltam, hogy egy kicsit kutyaharapás szőrével címszóval visszajöjj az autóba, mert ott a helyed. Tehát a te tehetséged és az eddigi eredményeid mindenképpen szerintem feljogosítanak arra, ha a szponzori köreid is úgy gondolják, hogy te ezt folytasd, és úgy látom, és ezt örömmel konstatálom, hogy meg is van benned ez az ambíció a jövőre nézve. Igen, igazából utána nem is vártunk sokat, most nem vártunk sokat. A következő verseny, ahol tudtunk, elindultunk, igazából Krisztián noszogatására ő nem hagyott semmiféle lehetőséget arra, hogy én kihagyjak netán egy futamot is. Én nem nagyon akartam menni, mert tudtam, hogy elég komoly
hogy is mondjam, nagyon-nagyon nehéz lesz beleülni az autóba. Igazából még az autóba beleültünk, szerelgettük, mentünk, felmatricáztuk, találkozgattunk egy-két ember ugye a szervizparkba, de igazából amikor elkezdődött a verseny, igaz, hogy előfutók voltunk, nem volt verseny, de akkor is kell azt a tempót menni, hogy a nézők ugye tudják, hogy mögöttünk az éles mezőny fog jönni, úgyhogy vigyázzanak a pálya szélén. De szerintem még soha senki ennyi tapsot nem kapott. Annyira féltem, hogy az valami hihetetlen. Még talán meg is vannak azokat, nem fogom soha mélyre tenni a szekrénybe azokat a felvételeket, hogy azt hagyjam, hogy az én lábam, hogy az én kezem remeget, de hogy a Krisztiáné is úgy, hogy ez hihetetlen volt az a hatalmas adrenalin. Eljött az autóba itt most a taps. Igen. Láttad a szurkolók gesztikulációját a pályaszélén? Ahogy futottak le a dombról, az erdőből ki a pályaszélére futottak, tapsoltak, az egy hatalmas pozitívummal töltött el minket, és hatalmas erőt és segítséget adott nekünk a folytatásra. Ebből kell erőt meríteni. Mert azért igazából nem is csak nekem volt a nagyon nagy problémám, hanem a Krisztiánnak is, aki beült igen. mellém és igen. segített. Ahhoz kellett nagy erő, hogy ő is ott jön a jobb oldalon. Jól van. Hát Katám, ugye tudjuk, hogy te előtte már navigáltál éveken keresztül, ugye jelenlegi párod mellett is, Keszthelyi Robi mellett is, minden. 2018-ban már te az Andrissal mentél ezzel a Hondával, az nem volt túl szerencsés, mert ha jól tudom, elég sokszor meghibásodott az autó, küszködtetek ott műszakhibákkal, nem is sokszor értetek célba, viszont egész jól kezdődött az a 2019-es szezon, futamgyőzelmetek is volt, második helyetek is, és abszolútban hangsúlyozom a Rally 2-be, és jött az a dolog, hogy lehet, hogy ti itt ilyen bajnok aspiránsok lesztek a Rally 2-ben. Aztán jött a veszprémi verseny. Dolgozó szállítás, buszrend. Csoportoknak? Buszrend. Rendezvényekre? Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek. Buszrend? Ez nem kérdés. Így van. Nagyon-nagyon rá voltunk állva arra az évre valóban, hogy megnyerjük, és tényleg úgy vágtunk neki annak a szezonnak. Azt hozzá kell tennem, itt ugye mondtad te is, hogy 18-ban én már navigáltam akkor az Andrisnak, 18-ban Szombathelyen is sikeresen beestünk, és utána viszont én nem tudtam azonnal visszaülni a kocsiban, mert úgy alakultak a dolgok, nem tudta megcsinálni Andris sem az autót, mi egymás. Baranyakupán mentünk még egyszer, de ott is csak egy másfél gyorsaságig tudtunk menni, és az az esés is bennem maradt. És 2019. januárjában leültünk az Andrissal, és ő mondta, hogy már pedig ő velem szeretne menni. Én pedig mondtam neki, mondom, figyelj Andris, ezzel csak annyi a probléma, pontosabban bandi, mert ugye én bandizom mindig, hogy én bennem ez bennem maradt, és én félek az autóban, nem akarom elrontani a te versenyzésedet. De hát addig noszogatottam még, jó, akkor menjünk. És ez szerint az a korábbi esés is annyira benned volt? Tehát már az is bennem maradt, igen. Nagy volt? Annyira nem volt nagy, igazából ott egy éles az volt derékszögű. Az első az életedben egyébként? Nem, én nekem úgy kezdődött a pályafutásom is. Én a legelső versenyemen, Gerezslakon, igaz, csupán csak felvezetésen, de beborultunk az árokba. De én nekem így indult a rallis pályafutásom. Hát akkor hamar átestél. Igen, 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 mindenki ezt mondta egyébként, hogy milyen szerencsés vagyok, mert van, aki éveket vár erre. Tehát. Igen. Nekem ez azonnal összejött. És hát Szombathelyi is, igen, egy kicsit így bennem maradt. Ott azért egy elég nagy fának a törzsét gyalultuk le, és ott a bandi oldaláról kaptuk el. Én ott megijedtem, hogy a bandival mi lesz. Tehát én láttam, hogy nekem nem eshet bajom, de azért feltettem a bandit. És bennem maradt. De ugye, ahogy elindult a 19-es szezon, Eger Rallival elindultunk, gyakorlatilag az első gyorsaságim már, mint hogyha elvágták volna az egészet. Tehát jól érezted magad, élvezted. Így van, nagyon-nagyon élveztem, láttam az eredményeket is, így igen. van. Ugye emlékeim szerint már ott abszolút másodikak lettünk. Így van. És utána ugye Miskolc Rallin voltak kisebb kalandjaink, mert egy kicsit túlcsúsztunk az egyik kanyar előtt, akkor bepárásodott az egész szélvédőnk, műszaki gondok, mi egymás, ott ki kellett állnunk. És viszont a következő futamot? Fehérvár Rallin, így van, csak akkor viszont nem a bandinak a saját autójával mentünk, hanem a Szilágyi Tomiéktől kaptunk egy autót.
ott. De akkor ugyanolyan Honda, nem? Ugyanolyan Honda, így van. És ott meglett életem első abszolút első helyezése, gyakorlatilag hatalmas öröm volt, tehát én még mindig így ilyen 5000 wattos vigyorral vagyok, amikor csak rá gondolok. És hát ugye ezek után pedig jött a Veszprém Rally. Veszprém Rally, aminek mindjárt az első gyorsági volt. Aminek mindjárt az első gyorsaság, ilyen, így van. Bandi egyébként mindig viccesen megjegyezte, hogy hát jó első autóként indulni, hiszen akkor előttünk biztos, hogy nincs rumli. Ha rumli van, akkor velünk van. Hát mi csináltunk jó nagyot. Mennyit láttál te ebből? Mert ugye az a helyzet, ha valaki nem tudná, hogy egy kicsit belógott egy fa, tehát ugye a pályavonalát nézzük, akkor ez szerencsétlen nagyon belülre nőtt, itt a vonalvezetés nézzük, és hát pont a te oldaladon ezt valahogy telibe kaptátok. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön is Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Igen, az az. De pont lefelé hajolva diktáltál, vagy láttad, hogy itt nem, az utolsó másodpercben ott, vagy ott, baj lesz? Ott mi már így keresztbe álltunk az autóval, tehát ott már tudtuk, hogy esés lesz. Az az igazság, hogy ott volt egy ilyen kisebb bukkanó, tényleg egy ilyen minimális, amit észre sem lehetett venni pályabejáráson, viszont a GPS szerint az első osztályban gyakorlatilag ott mindenki egy ilyen 100 km per órás sebességgel ment azon végig, hát milyen 130 km per órával, az sok volt. Éppen annyira megdobta az autót, hogy keresztbe állt, ugye ez murvás futam lévén elég nehéz, hogyha nincsen kimozdulási lehetőséged. Meg első kerekes autóról van szó. Így van, nehéz azért kimozogni, és hát ugye ott gyakorlatilag tényleg a fa, mint olyan, az nagyon közel volt. Bandi föl is kiáltott, hogy most tuti meghalunk. Én már húztam fel a lábaimat, ez az egy szerencsém volt egyébként, hogy pont még mindig megvannak a lábaim. Pont oda azon a részen csavarodtatok rá szó szerint. Így van. Hát gyakorlatilag előttem kimentem utána megnézni az autót. Az ülésemtől, hát szerintem nincsen 5 centire, maximum 10, ahogy már így a bukócső az nyoma. Így van. Hát így be, oválisan, ugye be nyomta az autót a fa, és igen, valóban ugye én nekem beszorultak a lábaim. Bandi azonnal kérdezte, hogy mi van velem. Mondtam, hát figyelj, beszorultam, és nem érzem a lábaimat. Ugye ott az adrenalin dolgozott ezerre. És ahogy ezt kimondtam, abban a pillanatban lángra is kapott köztünk az autó. Bandi azt hát bent már a motor, az utastérben láttam. Köztünk, teljes mértékben köztünk lángra kapott. Bandi az még ki tudott szállni az adrenalintól ő is, de aztán szegény össze is esett a kocsi mellett, hiszen neki is olyan sérülései voltak. Majd nagyon nagy szerencsénk volt, ugye én nekem lényegében azért több törésem volt, combcsont, kulcsont, ugye bokáim, mi egymás, gyakorlatilag a bal kezem volt az egyedüli ép a történetben, és azzal kioldottam magam, és próbáltam egy kézzel kitolni magam, amennyire tudtam, hiszen ugye ajtó az nem nyílt. Igen. És ráadásul abban az irányba kellett volna menned, amerre a tűz is volt, tehát a Bandi irányában már az egy ajtó nyílt. Arra nem tudtam volna menni, meg hát úgy voltak valahogy ide így fölcsavarodva a lábaim, hogy effektív, egyedül én nem tudtam volna kijönni a 100%. Két remek ember, akik ott voltak. Így van. Novák Erik és Kucsera Antal név szerint. Hát ők odaértek, közben egyébként az Eriknek az apósa, barátnője és a barátnőjének a húga is segítettek, tehát őket is azért illik megemlíteni. Ők a ketten, az Erik és az Antal húztak ki engem. Elmondásuk szerint egyébként tényleg az utolsó erejükből, mert annyira be voltam ott én csavarodva, hogy nem, tehát nagyon nehéz volt. Egy tehetetlen testet azért mozdítani azért nehéz. Ők is hiába voltak vele, lesz, ami lesz, akkor is kiszednek. Így van, és akkor nagy nehezen sikerült kihúzniuk. Aztán hát elhúztak a kocsitól, és végignéztük szépen, ahogy leég az autó. Igen, és amíg megérkeznek a mentők, és hát ugye ezt a témát szerintem le is zárhatjuk azzal, hogy több hónapig voltál utána a kórházban, de itt vagy gyönyörűen. Köszönöm szépen. Ma és már ennek örüljünk leszázalékolva egyébként, de itt vagyok, igen. Dávid, hát hallottad itt az előtörténeteket, és hát sajnos neked is van ilyen közvetlen
élményed az ilyen esetekkel, de hát az az igazság, hogy és bocs, ha ezt mondom, de a ti mászásaitokban kicsit, mintha ez jobban benne lenne a veszély, mint az autósportban, de lehet, hogy te majd megcáfolsz, de hát te is ezt már nagyon-nagyon közvetlenül egyszer átélted, hiszen 2010-ben a mászótársad Várkonyi László, akivel együtt mentél, és alig pár méterre volt tőled, ő egy jéglavina áldozata lett. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. Így van. Előre bocsátanám, hogy nem azért megyünk a hegyek közé, mert szeretnénk húzogatni a halál bajszát, vagy nem tudom, tehát tényleg, nyilván őszintén mondom, hogy nem fűszerezi a veszély számomra a hegymászást. Én mindig úgy definiálom a célt, hogy szeretném maximalizálni a siker esélyét, miközben minimalizálom a tragédia lehetőségét. Tehát ez nem ilyen, az én filozófiám szerint ez nem ilyen huszáros sport. Igen. Ezzel együtt bestelen dolog letagadni, hogy a hegymászás veszélyes, van benne veszély úgyis, hogyha nagyon óvatos vagy. És több ilyen helyzetben is voltam, amire te utalsz, az a 2010-es jégomlás, és igen, valóban volt egy nagyon kedves barátom, tulajdonképpen egyfajta mentorom vagy mesterem is. Nem voltunk mestertanítvány viszonyban, bár ő ott volt 89-ben alapfokú tanfolyamon, én 89-ben alapfokú. És azért mondjuk el, hogy őnek is volt már 8 kísérlete. Valóban ez a 8. próbálkozása volt a Mount Everesten. Himalája az ilyen hosszú hegylánc, a Mount Everest az megy csúcs ezen belül. Csúcs, így van. És hát nagyon-nagyon tapasztalt, és nagyon egy olyan hegymászó, akire úgy igazán felnéztem. És ott is valahol egy fatális dolog ez, nem? Hát pont akkor jön a jéglavina. Így, akkor már 10 éve másztunk együtt. 2001-ben volt az első közös expedíciónk. A mászók közti kapcsolat nagyon-nagyon szoros. Ez egy igazi, a kötél az egy ilyen szimbolikus kötelék köztünk, és Konyival nagyon jól megértettük egymást, nagyon klappoltunk filozófiában is, nem tudom, hegymászó szakmai szempontból is úgy illettünk egymáshoz, és ez a baleset ez úgy történt, hogy az Everestnek az északi oldalán, tibeti oldalán voltunk, egy akklimatizációs körből ereszkedtünk éppen le. Tehát nem egy ilyen nagyon feszült helyzetet kell elképzelni, amikor mindent beleadunk, hanem már jövünk le az alaptáborba, a fejünk már kicsit, mit tudom én. Ez mekkora magasságon volt ez körülbelül? Az északi nyereg, ahonnan jöttünk le, az 7000 méter, és az előre tolt alaptábor, ahová le akartunk ereszkedni, az 6400 méter, tehát azt mondhatjuk mondjuk, hogy 6800 méter körül oldott ki ez a jégfal. Uh-huh. És konkrétan a baleset úgy történt, hogy Konyi fölöttem volt, harántoltunk egy kis dőlésszögű havas lejtőn, fölöttünk is jégfal volt, és alattunk is jégfal volt. És egyszer csak a fölöttünk lévő jégfal, nem tudom, 50-80 méter szélesen, és mit tudom én, 20 méter mélyen, tehát iszonyú tömeget kell elképzelni, itt ilyen családi házak, meg nem tudom, lakótelepi tömbök gurulnak le a hegyen, kioldott, és elkezdett csúszni felénk. És ebben a pillanatban csak Konyi és én voltunk ezen a lejtőn, és én visszanéztem, emlékszem, hogy Konyi még visszanézett rám, arra is emlékszem, hogy kiáltottam neki valamit, fogalmam sincs, hogy mit, és hát akkor jöttek a jégtömbök. Én elkezdtem szaladni lefelé. Ja, az volt a... És neked mi volt a szerencséd? Nekem az volt a szerencsém, hogy nem tudtam megcsinálni azt, amit meg akartam csinálni. Én ki akartam akasztani volt egy csúszókarabiner, ami a rögzített kötélen szaladt, és ahogy szaladtam lefelé, hogy minél távolabb kerüljek az omlástól, tudtam, hogy ki kell majd akasztanom a csúszó karabinert, különben nem tudok tovább szaladni. De mielőtt kiakasztottam volna, elkapott az első nagy jégtömb, és átdobott egy szakadék peremén. És aztán, ahogy csúszott lefelé, kiszakadtak ezek a horgonyok, jégcsavarok, mindenféle, és ahogy futott át a kötél a jégnek a peremén, egy idő után blokkolódott. Bevágott, és aztán blokkolódott. És én meg függőlegesen lógva maradtam a jégfallal párhuzamosan, és a lavinának a vektora az elment fölöttem, tehát én csak törmeléket kaptam. Ugye a felső szélétől olyan 3 méterre lehettem, és alattam volt, mit tudom, 20 méter legalább. És akkor a lavina tulajdonképpen elszágódott fölöttem, úgyhogy nektek ilyenkor totál mi van a fejeteken, mert nyilván barlangászunk, ha látom ez a sapkát, de nektek, mármint a sisakot, nektek más, nem? Tehát én nincs annyira fix fejvédőtök. Jó esetben mi is viselünk sisakot, bevallom őszintén nem minden 8000-es expedíciómon és nem minden szakaszon viselek sisakot. Én szerintem ekkor nem volt rajtam sisak. Hát akkor ilyen szempontból is nagy mázlid volt. Ilyen szempontból is nagy mázlim volt. Manapság mindig viselek sisakot. Ez megmaradt úgy benned, hogy innentől kezdve viseled a sisakot, vagy?
Ugye változnak az idők, és ezt hozzá kell tenni, hogy ma már sziklán is mindig viselek ilyen kontrollát, mit tudom én, hogyha kimegyünk Rókahegyre, Üröm fölött van egy ilyen szép sziklamászóhegy, még ott is viselek sisakot. De ez nem volt divat mondjuk 89-ben, amikor a fokvizsgát tettem. Alpesi környezetben már akkor is mindig viseltünk sisakot. Ja. De ez benne volt, ez biztos, hogy megváltoztatta. Értem. Mennyire volt ezen kívül még meleg helyzeted így? Sok. Nem annyira, mint a katái szó szerint, de... Zuhantam kötélbe 20 métert, mit tudom én. De az milyen? Akkor mire gondolsz abba a tized másodpercre? Hát először úgy gondoltam, na mindjárt megáll, akkor hallottam egy ilyen kis rántást, akkor téptem ki az első köztesemet, akkor gondoltam, na most már mindjárt meg kéne állni, akkor hallottam még egy ilyen rántást, akkor téptem ki a következő köztesemet, és aztán egy idő után megálltam. És érdekes, mert így Ferdén áll, tehát a kötél hossz az Ferdén ment, ami azt jelenti, a mászópartnerem, aki biztosított, az itt volt, egy ilyen kis sziklaperemen, és én pedig beestem ide lényegében mellé egy szakadékba. De miután már sötétedett, azért ő nem látta rendesen, meg esett az eső, azért ő nem látta rendesen, hogy lényegében mellette lógok. És akkor így fölfelé kiabált, hogy Dávid, jól vagy? És akkor mondta, hogy itt lógok melletted néhány méterre, nem kell ordítani. De egyébként puhán fog meg a kötél. Tehát ez, ebben inkább az a ciki, hogy nem tudom, megütöd magad, meg össze-vissza, nem tudom. Az állam felszakadt, az mind a mai napig megvan, meg combom, meg ilyesmi. De volt sok ilyen helyzet. De az ilyen sérüléseket hogy látjátok el ott magatoknak? Mert azért ott se jön a segítség, tehát nem olyan, hogy fölhívod a mentőket. Hát egy ilyen kis mini első segélycsomag van nálad, de azon túl, hogy letapasztod, ha nagyon kell, beveszel egy fájdalomcsillapítót, nem nagyon úgy igazán alaposan mászás közben nem látod el a sérüléseket, hanem igyekszel tűzoltó munkát végezni, és aztán lemenni olyan helyre, ahol majd komolyan tudsz foglalkozni. Majd visszatérünk, mert én mondtam, hogy lovagolni fogok azon az alaszkai hegymászáson, ahol ugye kétszer is voltál, mert ott aztán nem nagyon lehet segítséget hívni. Nem, nem. De erről, ezzel folytatjuk. Hölgyeim és uraim, első részünkbe ennyi fért. A talk show felvételei az impozáns Kodály Központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.